A Kecskeméti első bajnoki meccset a Dabas Gyón ellen játszotta a hazai környezetben, ellenfelünk tehát a Gyújonc csapat volt. A találkozót esélyeshez méltóan kezdtük, Hegedűs Martin már a 7. percben eltalálta a récet. 3 minutommal később sem hiányzott neki sok, de kicsivel elvétette a kaput. A 15. percben a végig aktív Peres került a kapu elé, egy jó csellel átette a bal lábára a labdát, majd a hosszú mellé gurított. A Dabas Gyón ezt követően stabilan védekezett, de a 40. percben egy pontrúgás után feltörtük a kapujukat. A Szódi kapus előbb vágón átnyúlva ütötte el még a labdát, ezt Grünwald fejelte a lécre, majd megint vágó próbálkoztatott, végül a gólvonalról Nálási Kotort le be a játékszer. A második fél elején újabb góllal sokkoltuk a vendégeket, akkor Grünwald tekerhetett középre balról, leadását a hosszú érkező Hirman csúsztatta vissza. A második gól után magabiztosan futballoztunk, újságírnak egy alkalommal kellett igazából bravúrt bemutatnia, ezt leszámítva nem forgott veszélyben a kapu. A másik oldalon Karacs előtt adódott lövőhelyzet, amivel meg is dolgoztatta a Szódit, csak másodjára fogta a labdát a kapus. Folytatásban egy-egy komolyabb lehetőség alakult még ki, előbb Sós vétette el centikkel a jobb felsőt, majd a másik oldalon Hegedűs próbálkozhatott harmadjára, de megint célt éveztek. A KT összességében magabiztos játékkal indította a szezon, a folytatásra augusztus 11-én vasárnap 17 órakor az RKSK otthonában került sor.